A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban a bor kerül előtérbe. 30. születésnapját ünnepelte a Szent Benediktus borrend. A jeles ünnepen kápolnásnyéken köszöntötték a jubiláló gazdákat. Kápolnásnyéken a Liszt Ferenc művészházban rendezte meg 30 éves alapítási ünnepségét, a Szent Orbán napi borünnepét, a Szent Benediktus borlovagrend. Ez annyira meghatározó a mi életünkben, hogy nagyon sokat készültünk rá, valóban már tavaly óta átgondolva, hogy ez méltó ünneplés legyen arra, hogy 30 év az ebben a megyében, mi vagyunk a legidősebb borlovagrend, és ezért ezt méltón szeretnénk megünnepelni, méltó helyszínen. Közel 30 bor lovagrend eljött hozzánk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jó esemény lesz, legalábbis remélem, és szeretnénk. Mindent megtettünk érte. Az ünnepek mellett nyilván nagyon fontosak a hétköznapok. Hogy épül fel a borlovagrend, hogyan sikerült 21. századi módon megoldani a szőlőtermesztést, illetve a bor népszerűsítését? Hát ez igen, szép kérdés. Tulajdonképpen azokat a hagyományokat hagytuk meg, amit az alapítók, ők eleve az elejétől kezdve is kialakítottak. De a borlovagrend muszáj, hogy fejlődjön és változzon, hiszen különben nem tudnánk fennmaradni ennyi ideig, és akár a technológiában, akár a fajta választásnál mindig alakítanak a borászok ezeken, úgyhogy nagyon azt látom, hogy egyre jobb minőségű borokat csinálunk, akár a borlovagrendben, akár a itt a környéken, aki nem borlovag, ő náluk is borászoknál. Tehát a minőség és a mennyiség kézenfogva jár, ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogy tud fejlődni, tehát vannak-e fiatalok a borlovagrendben? Sajnos jóval kevesebb, ahogy én tapasztalom, az országot járom, máshol fiatal borászok is a borlovagrend tagjai, mi is most ezen vagyunk, ez a legfontosabb célunk, hogy fiatal borászokat bevonzuk a mi köreinkben is, hiszen azok az elméletek és gondolatok, amiket mi célként kitűztünk, azok én szerintem a fiatal borászoknál is cél lehet későbbiekben. Nyilvánvaló, ebben felgyorsult különböző gazdasági nehézségekkel értő világban azért nagyon-nagyon fontos, hiszen az elmúlt két esztendőben ugye itt volt számunkra a koronavírus járvány, és hát én azt gondolom, hogy a mostani gazdasági nehézségek is azért árnyékot vetnek a borászatokra is. Sikerül-e ezen túllépni? Hát én azt látom, hogy lassan. Tulajdonképpen a mi ünnepünk is, hiszen minden leállt a másfél évig körülbelül, és szerencsénkre most már kezdenek helyre rázódni a termelők részéről is. Még ha a gazdasági nehézségek vannak, akkor is sikerülni fog ez. Azt látom, hogy szép lassan fejlődik az ágazatunk. Milyen jövőképe van a Szent Benediktus borlendnek? Hát mindenképpen az, hogy felelősséggel tartozunk, egyrészt a hagyományokat ápolni, másrészt azokat az újdonságokat, amik a szőlőtermesztésben megvalósulnak, azokat behozni. Legalább a nagy borászatokon keresztül, és ők pedig a kis borászatoknak, kis termelőknek is akár képzés formájában át tudják adni az újdonságokat és a tudást. A jubileumi találkozó meghívott vendége volt Kocsor Kálmán, a hazai borászat megújításának egyik kulcsembere. A magyar borlovagrendek gyakorlatilag ott tartanak, hogy nagyon szeretnénk fiatalítani. Szeretnénk az, hogyha 20-30 éves fiatal szakemberek, vagy a szakmát szerető fiatalok csatlakoznának ehhez a most már történelmi távlatokba is elég szép múltról beszélhetünk, ugye Magyarországi Borrendek Szövetségébe. Hát itt a Velence ugye már 30 éves, az első borrendek azok a
82-84-es években alakultak, tehát azért már nagyon szép múltunk van. Szeretnénk ezt a hagyományt továbbra is az eredeti céloknak megfelelően fenntartani, fejleszteni. Ugye eredeti célunk volt a szőlészethez, borászathoz kapcsolódó hagyományok megtartása, hagyományok teremtése, kulturált borfogyasztás elterjesztése, és hát természetesen az idegenforgalom, vagy a borászathoz, szőlészethez kapcsolódó idegenforgalom fejlesztése. Céljaink nem változtak, csak az idő eltelt felettünk, szeretnénk, hogyha már nekünk a 70 év felettieknek azt mondanak, uraim, köszönjük szépen az eddigi munkát, legyetek tiszteletbeli, tisztelettel megtartott vezetők, tanácsadók, és majd mi fiatalok átvesszük, mert Kárpát-medencében igenis történelmi múltja, történelmi hagyománya van a szőlészetnek, borászatnak, és hát ugye a szőlőtermesztés, meg a szőlőnövény az alapvetően része a kultúráknak. Hát itt tartunk körülbelül. Hát ez egy nagyon fontos üzenet, ugyanakkor fontos kérdés az is, hogy a mostani gazdasági válság, illetve a háború okozta nehézségek mennyire nyomják rá a borlovagrendek munkájára, illetve a borászok munkájára? A borlovagrendeknek a munkájára talán azt mondhatom, hogy a pandémia az ugye nehezítette a találkozásokat. A jelenleg azt nem érezzük, hogy a borlovagrendi mozgalom esetleg gyengébben tevékenykedne a háború miatt. Azt viszont érezzük, hogy a szőlőtermesztés nincs a helyén. Egy példa. Egy gombóc fagylaltér költői kérdés. Hány kiló szőlőt kell eladnunk? 6 kiló szőlőt. Egy gombóc fagylaltér. Idáig jutott a szőlőtermesztésnek az árérték aránya, és még ugye poénkodjak egy kicsit, elmegyek műtrágyát venni, megmondják, mennyibe kerül. Elmegyek a növényvédőszerért, megmondják, mennyibe kerül. Elmegyek tankolni, megmondják, mennyibe kerül. Eladom a szőlőt, megmondják, mennyire veszik meg. Itt áll a szakmánk. Valamikor, igaz, hogy 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt lassan, 160 ezer hektár szőlőről beszéltünk Magyarországon. Ma nem vagyok róla meggyőződve, van 45 ezer hektár termőszőlőnk. Ez nagyon komoly gazdaságpolitikai kérdés, és azért a borrend a maga módján, a maga szakmai lehetőségeiken belül nagyon-nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ünnepélyes keretek között a Vármegyeházán adták át a Fejér Vármegye bora elismeréseket. Az első ízben meghirdetett díjat a Paulus Molnár borház borászai vehették át Selection 1000 jó száraz fehér borukért. 35 termelő 101 nemes nedője versengett az első ízben meghirdetett Fejér Vármegye bora címért a Nóhelyi Szent István és Szent Benediktus borrend szervezésében. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Vármegyeházán. Molnár Krisztián Fejér Vármegye önkormányzatának elnöke örömének adott hangot, hogy a hagyományteremtő szándék ilyen formában is megvalósult. A gondolat Roth Péter alpolgármester úrtól, Fejérvár megye jugováros alpolgármesterétől származik. Ő jelezte, hogy van egy komoly hiátus a vármegyénknek, hogy nincsen vármegye bora, mint hivatalos cím, és valóban ez korábban így volt. Annak ellenére, hogy kiváló borvidékeink vannak, akár az etyeki részekre gondolunk, a móri részekre, velencei tavi részekre, de itt Fehérváron, akár az öreghegyi területekre is. Megalkottuk ezt a kategóriát, és innentől kezdve hagyományteremtés lévén minden évben szeretnénk külön kategóriánként a fehérborokat, a vörösborokat, rozéborokat, pezsgőket, illetőleg minden évben egyetlen alkalommal, egyetlen bor számára a Vármegye bora kategória és kitüntető cím kiadásra fog kerülni. Ez a bor fogja képviselni Vármegyénket, és reméljük, hogy kölcsönösen egymás jó hírnevét fogjuk vinni. Törő Gábor országgyűlési képviselő megerősítette, hogy a minőségi fejlődéshez szükség van a versenyhelyzetre, ami ösztönzi a gazdákat is. A nevezők száma is bizonyítja azt, hogy érdemes volt egy tradíciót elindítani. Meggyőződésem, hogy
a Fehérvár megye az nem csak a Móri borvidékről szól, mint Móri mondom ezt, hanem szól az egyeki budai borvidékről, a Velencei tó környéki borvidékről, sőt is Székesfehérváron az öreghegyi borászokról is, mert hisz nekik is vannak ugyan nem Székesfehérváron területeik, de az ország számos helyén termelnek szőlőt, Balaton környékén, Pannonhalma környékén. Egy ilyen borverseny az bizonyítja, hogy azért indulnak el a borászok, hogy egymással versenyezzenek, ráadásul azért is, hogy egymás borát megismerjék, ezáltal tapasztalatot gyűjtsenek. Meggyőződésem, hogy ebből a vásárlók, a vevők, a bort szeretők csak a jó oldalát fogják érezni, mert hiszen minőségi borok kerülnek ki a verseny folyamán, hogy azt érdemes lesz fogyasztani és kóstolni. Magyar boroknak a legjobb piaca Magyarországon van. Én arra biztatok mindenkit, hogy minden Fejér megyeit, hogy a Fejérvár megyei borokat kóstolja, fogyassza, ezzel is segítse a bor forgalmazását, és ezzel a borvidékek fejlődését. Róth Péter Székesfehérvár alpolgármestere az ötletgazda úgy fogalmazott, hogy hosszú idő után elindult egy folyamat, hogy megismerhessük a különböző régiók borait. A Fehérváron működő borrend természetétből adódóan nem helyhez kötött, így sok tájékán Fejér megyének dolgozó borászok tartoznak hozzánk. Adta magát a gondolat, hogy fogjuk össze a Fejér megyében működő borrendeket, és hirdessük meg ezt a címet. Köszönjük szépen a megyei közgyűlés elnökének, hogy támogatta ezt az ötletet, és a Vármegye önkormányzata megalapozta ezt az új brendet, aminek most az indításán vagyunk. Dinnyes Ferenc, a Nóhi-hegyi Szent István borlovagrend nagymestere, az ötletgazda elmondta, azért is szükség van a borversenyekre, mert a borászok számára egyrészt jó visszajelzés az elért eredmény, másrészt egy ilyen neves verseny rangot ad boraiknak. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés, hiszen egy hagyományt teremtünk ezzel, és remélem minden évben át tudjuk adni majd ezeket a díjakat, amiket most itt át fogunk adni. Egy rendkívüli feszített tempóba kellett a borversenyt megrendezni, hiszen előtte sok helyi és lokális borverseny volt, minden boros gazda nevezett már valami versenyre, ezért meg kellett szólítanunk őket, hogy ilyen rövid időn belül mindössze 7 nap alatt tudják a tételeiket nevezni. Ennek köszönhetően, hogy egy elektronikus rendszerre neveztek, azon keresztül bíráltak, illetve azon keresztül soroltuk be a bort. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan példát ad a továbbiakban, amit meg kell ismételnünk minden évben. Társszervezőként a Szent Benediktus borrend is sokat tett azért, hogy a Vármegye borra verseny megvalósulhasson. Ez a Vármegye bor, ez annyira jó ötlet volt. Én azt láttam, hogy nagyon sok, annak ellenére, hogy későn jeleztük ezt a versenyt, ennek ellenére sokkal több termelő jelentkezett be erre a versenyre, mint azt számítottuk, és 101 bor kellett minősíteni és bírálni. Ennek a kezdeményezésnek további hagyományt szeretnénk teremteni, mert úgy látjuk, hogy ez egy olyan rang lesz, amire a bortermelők is, szőlőtermelők is nagyon vágynak, hogy egy ilyenbe egyszer részt tudjanak venni, és első helyezésként részesüljenek benne. A Fejér Vármegye bora és a legjobb fehérbor elismerést a Paulus Molnár borház nevében Molnár Pál vehette át a Paulus Selection 1000 jó fehér száraz boráért, illetve jégboráért. Köszönjük szépen, nagyon büszkék vagyunk és hálásak, hogy ezzel a két borral mit nyerhettünk. Nagy örömünkre két zászos fajtájával nyertünk bornak, az egyik az a 1000 jó, a másik pedig a Generosa. A Selection 1000 jó, az egy 2021-es dűlőszelektár terméskorlátozott tétel, amelyet 6 hónapig finomseplőn éreltünk, továbbá a Generosa jégborunk, ami egy 160 g maradék cukortartalommal rendelkező, rendkívül kört és gyümölcsös és jó savszerkezettel rendelkező jégbor. A rozéborok megmérettetésén a Gessler családi pincészet gyöngyöző rozéja bizonyult a legjobbnak. Köszönjük ezt a lehetőséget, végülis a Móri borvidékről jöttünk, a Gessler családi pincészet ott tevékenykedik, 40 hektár szőlővel foglalkozunk, és ebből készítünk bort, és hála Istennek most már a 30 éves családi munkának az eredményre egyre jobban beérik, ami kell a családnak is, hogy legyenek eredmények, mert a mosolygós munka az valahogy könnyebbé teszi ezeket a dolgokat, mert nem csak a borról van szó, ennek a bornak van eleje, amikor novemberben már elkezdünk metszeni, és akkor tulajdonképpen annak az eredménye az több mint egy fél év múlva csatolódik vissza. Úgyhogy
mivel én vagyok a családban legöregebb, nekem kell összetartani a csapatot, és azért az így jobb, hogy együtt vagyunk, vannak sikereink, és ez mindenképpen kell. A legjobb vörösbor az Etyeki Kúria Pinot Noirja lett. Számukra nagyon fontos, hogy Fehérvár megyében, Székesfehérváron a köztudatnak a részei legyünk. Mi talán egy kicsit a vármegye szélén helyezkedünk el, ugye Budapesthez közelebbi irányban, de ugyanúgy Fehér megyeinek érezzük és gondoljuk magunkat, mint azt hiszem azok, akik a vármegye más területein dolgoznak. Ez egy nagyon fontos elismerés számunkra. Minden elismerés, minden megerősítés nagyon jó, nagyon dinamikus bővülésben és fejlődésben vagyunk az elmúlt években, és örülünk, hogy a dinamikus bővülés egyáltalán nem ment a minőség rovására, sőt, úgy gondolom, hogy még azt tudtuk emelni is, és ennek egy fontos elismerése ez a mai eredmény. Nagyon boldogok és vagyunk, és nagyon örülünk ennek. A legjobb pesgő címet az Agárdi Csóborpincészet Chardonnay pesgője nyerte el. Nagyon örültünk ennek, hogy tényleg nyertünk a Csóbor pesgővel. Most már több éve készítünk pesgőt, és próbáljuk mindig úgy elkészíteni, hogy minél finomabb legyen, meg szárad legyen, és kedveljék tényleg a tradicionális pesgőket. És úgy tűnik, hogy nyertünk is vele most ugye egy aranyérmet, úgyhogy szerintem biztos, hogy a vevőknek is nagyon fog tetszeni. A Fejér Vármegye bora idei versenyére kiváló borokat neveztek, melyet jól mutat az is, hogy egy nagy arany mellett 26 aranyérem és 53 ezüst minősítés született. A nagy közönség a királyi napokhoz kapcsolódóan az augusztus 19-én megrendezésre kerülő borrendi programon kóstolhatja meg a nyertes borokat. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.